Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves barátaim! Egy első kiállításos képek sorozatát fogjuk látni. Az a látásmód, az a egyéni, csak Juditnál találkoztam olyan érzékeny közlési formák eszközök birtoklásában, ami ha abból indulunk ki, hogy a fotoművészet nem csak a pillanat művészete, hanem a gondolkodás művészete is, akkor ezeknek a képeknek kapcsán elsősorban ezt értjük meg, hiszen tanulja voltam a képek készítésének, előkészítésének, és csodálkozva láttam, hogy Judit hozta az újabb és újabb képeket fiatal színészek közreműködésével, játszotta el azokat a nagyon izgalmas belső szellemi, pszichai mozgásokat, amiket ábrázolni a fotográfia történetében kevés ember vállalkozott. Empátia nélkül embert lefényképezni nem lehet. Egy nagy csodálta fedeztem fel ezt a három képet, amikor hozta ezeket, nem akartam elhinni, hogy hogy képes rá. Tehát, hogy aki képes egy szűk térben egy egész világot elsűríteni, hát önmagában is egy nagyszerű tett. Az egyik karja, keze a víz alatt van, a másikkal, mint egy ilyen láthatatlan falat érintene, egy olyan belső áramkör indul, ami valójában azt a gondolatot segíti, amit szavakkal is nagyon nehéz megfogalmazni, de portré formájában meg a legnehezebb. Annyira izgalmas, tehát belesűrített az a fájdalom, a szenvedés, a belső kilózás, kiszolgáltatottság, amit hát úgy nem lehet eljátszani, hogy tehetséges színészek, hogy akkor most játszd el, hogy én mit érzek. Tehát ehhez kell az a megfoghatatlan, megmagyarázhatatlan és körülírhatatlan tudás, képesség, ami Juditnek a képeit összességével élményszerűen tárja elé. Személyes kapcsolatba kerülni a kiállítás képeivel, ez a dolog lényege. És én nagyon örülök, hogy a te tehetségedet látom megvalósulni, és gratulálok. Igen, nagyon-nagyon köszönöm, hogy eljöttetek, ilyen sokan nem is gondoltam volna, hogy ennyi embert érdekelhet. Nagyon sokan vannak itt, akit régóta ismerek, és azok is, akiket még nem ismerek. Nem készültem beszéddel, mert mint hogy leírtam, de otthon is felejtettem. Két nagyon fontos ember volt mellettem ebben az időszakban. Az egyik Kálomista Kancol Szandi, aki ennek a stúdiónak a vezetője. A másik pedig Eifert János fotoművész, akire rátaláltam, és végig támogatott, és mindenben mellettem volt. És mellette fejlődhettem, és az ő tanítványa lehettem, úgyhogy nagyon-nagyon hálás vagyok neki. Nagyon különleges kapcsolat a miénk, mintha mindig is ismertem volna. De egyszerűen nem értettem, hogy képes valaki jó képeket csinálni. Úgy tekintsenek ezekre a képekre, mint egy nagyon furcsa örvénynek az eredményére, amit a narcisztikus kelt bennünk, aki felemel, megkacagtat, rettet, és a következő pillanatban letaszít. Mert ők így működnek, hogy amíg kórosak, hogy amíg az ő céljaikat szolgáljuk, amíg azt mutatjuk, amit ők látni szeretnének, amíg arra tudnak bennünket használni, amiért ez a kapcsolat életre lépett, addig rendben vagyunk. De a következő pillanatban, ha kimerjük hangosítani az igényeinket, az érzéseinket, senkik vagyunk. És ezt érezteti is.
egyik pillanatban felemel, és letaszít. Szeretlek, mondta, és közben önmagára gondolt. Ez pontosan így történik. Úgy nézzétek a képeket, mint egy gyötrelem folyamatát, a szeret-nem-szeret búzsboldog talányát, amikor az ember minden percben vívódik és küszködik, mert tényleg elhiszi azt, hogy ő nem értékes, mert rá fog érezni arra egy személyiségzavaros ember, hogy mik azok a húrok, amiket meg kell pendíteni ahhoz, hogy tényleg elhiggyük, hogy nem érünk semmit. Mert az ő lényegük az, hogy folyamatosan le kell nyomni a másik embert magam mellett, mert akkor én többnek érzem magam. Ők így működnek, amikor saját magunkat is megkérdőjelezzük, a józan eszünket is meg tudjuk kérdőjelezni egy ilyen kapcsolatban, ami szó szerint el tud pusztítani, ha nem lépünk időben. És nagyon köszönöm, hogy meghallgattam. Én is köszönöm.